Magyarországon a szívműtéten átesettek negyede nem éri meg az első 12 hónapot. Ez nagyon rossz arány, mondta dr. Toldi Sedel Emil, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója a fenyőfői kardiótanüsvény átadóján. Éppen ezért kezdték el az ilyen kikapcsolódási rehabilitációs helyek kialakítását, hogy a gyógyszerek és a kezelés mellett a betegek is tudjanak tenni a gyógyulásuk érdekében. A Bakony ZRT erdejében és támogatásával kialakított tanösvény modern felszerelésekkel is várja a kirándulókat. 2015-ben elkezdtük az első tanösvény programot a Szent Ferenc Kórház mellett, ahol azt mondtuk, hogy egy óvott védett környezetben, egy ilyen láthatatlan biztonsággal kijelöljük a területet, hogy hogy mozogjon, nagyon egyszerűen lehet ellenőrizni a mozgásprogramot a púzussal. Most már hál' Isten, mindenki tudja, hogy hogy kell púzust mérni, vagy legalábbis ilyen 5-6 ezer forintos órák rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a púzust mérjük. Régebben a vérnyomásmérő volt a nagy divat, most már mindenkinek van vérnyomásmérője, most már a púzust is tudjuk számolni. Már nincs, nincs olyan sok szám, amit számolnunk kellene, például a koleszterin szintet, meg a vércukorszintet, de majd az majd a következő években fog jönni. De mindegy is, ezzel lehet ellenőrizni azt, hogy hogyan mozgunk, és hogyha elmerünk indulni, akkor részben a tessúlyunk is csökken, részben pedig a várható élettartalmunk nő évekkel. Heti 5 alkalommal 40 perc dinamikus mozgás kell, és ez a heti 5 alkalom 40 perc dinamikus mozgás olyannak kell lennie, amit szeret az ember. Mert hogyha azt mondjuk mindenkinek, hogy ússzon, akkor nem szeret úszni, mert le kell vetközni, föl kell öltöznie, el kell utaznia oda, igazából mozogni kell. Ezt a mozgásprogramot próbáltuk ki eddig a mi környezetünkbe. Létrehoztunk 7 darab ilyen kardiovaszkuláris tanösvényt, főleg a budai régióban, illetve néhány olyan helyen, ahol, amit látunk normafán itt, ott, tamott. Azt kell látni, hogy ez egy nagyon olcsó intervenció, körülbelül egy tanösvény előállítása, az két darab infartusos beteg ellátásából történik meg. Tehát csak a normafán, Körülbelül azt lehet mondani, hogy 57 beteget szűrtünk ki egy három hónapos program alatt, tehát ez egy, és gondoljatok bele, hogy hány darab infartust előztünk meg. Ezzet, tehát ez egy olcsó gondolkozás. Szeretnénk minél több, helyet, több helyen megelőző programokat csinálni. Egy-egy ilyen tanüsvényen végig lehet sétálni egyszerűen, de a bérelhető eszközökkel mérhetjük az egészségi állapotunkat, sőt, ha elküldjük a kórháznak az értékeket, akár orvosi kezelésre is kaphatunk behívót. Ha az önellenőrzést is felirogatja, és mondjuk a túralapot bedobja ide a túralap tartóba, és hozzájárul ahhoz, hogy kezeljük az adatait, mert akkor mi egészségügyi szemmel meg tudjuk szűrni ezeket az embereket, tehát ha különösen eltérő értékeket találunk, akkor automatikusan behívjuk őket valami fajta vizsgálatokra. Szerintem ez most fontos Magyarországon, hogy eljussunk az orvoshoz, tehát hogyha ha, ha ezzel élnek a az emberek, akkor ezt is meg tudjuk csinálni. Csókáné dr. Szabados Ildikó, az Agrárminisztérium főtanácsadója örömmel üdvözölte a kezdeményezést. Mint elmondta, a COVID óta szerencsére megnőtt a természetben kikapcsolódást keresők aránya. Jagica Attila, a Bakonyerdő ZRT vagyongazdálkodási főmérnöke szerint büszkeség, hogy a Bakonyban is készült egy ilyen tanösvény. Nem, nekem, amikor először hallottam róla, leginkább ezt tetszett, hogy ö, látván a, a hozzánk látogatóknak az igényeit, mert a COVID-ban azért nem csak a budapesti agglomeráció telt meg, hanem a Bakony is. Tehát aki itt él, nagyon jól tudja, hogy akár egy most szép napos hétvégén mennyien jelennek meg, mondjuk a Cuhánál, de ugyanez az egyéb területeinken is, a Hubert lakitónál, vagy akár Gyenesdiás környékén. Tehát megnőtt az érdeklődés, de azt gondoljuk, hogy meg kell fogni a hozzánk látogatók kezét, meg kell, programot kell neki ajánlani. El kell vezetni, meg kell szervezni, és akkor talán az a fajta konfliktus, ami azért adódik a megjelenő tömegből, aki jellemzően gépjárművel érkezik, és hát egyelőre még túrázni, ne, a, nagy, a, nagy, átlag csak módjával, reméljük, hogy ez majd arra kényszeríti tovább az ide látogatókat, hogy tegye le az autóját, induljon el, mérje meg a pulzusát. Tehát nekünk édes teher volt ez, hozzávetőlegesen egy ilyen 1,6 millió forintba került, ahol Szalai Tamás vállalkozó nagyon gyors és szerintem igényes minőségi munkával vállalta, a kivitelezést, és hát azért fontos megemlíteni azokat a közvetlen kollégáimat, akik gőzerővel dolgoztak, hogy ez a mai átadó megszülethessen. Itt a közjóléti és pályázatkezelési osztály vezető úr Stubán Zoltán, az ő közvetlen munkatársa Farkas Judit, és kommunikációs vezetőnk Lunkester volt, aki, hát én láttam az ő munkájukat az elmúlt napokban, tényleg pulzus számemelkedő volt, amit, amit, végeztek. Egy ilyen turisztikai attrakció új vendégeket hozhat a környékre, ami a település bevételeit növeli, mondta Klaus Dezső fenyőfő polgármestere. Végül Pápicsné Jakab Johanna evangélikus lelkész megáldotta a tanösvényt, ahova ezután várják a gyógyulni, kikapcsolódni vágyókat.